A Veszprémi Vár berkeiben a magyar és szabad bölcsész, vagyis etikás hallgatók bográcsos batyus találkozót rendeztek. Az esten szép számmal jelentek meg mindkét szakról, nem csak hallgatók, hanem oktatók is. A szervezők változatos programmal készültek. Én nagyon jónak ítélem a programokat, úgy gondolom, hogy azért egy színvonalas programsorozatot tudtunk létrehozni, amit véleményem szerint élveztek is a hallgatók, mert láttam a szemükben, meg láttam azt a tanárokon is, hogy élvezik magát ezt a találkozót, és hogy ilyen jellegű programok vannak. Első ízben a végzős hallgatókat búcsúztatták el a még jelenlegi hallgatók saját költeményükkel. Hallhattunk zenés produkciót is. A Benan Duo egy Takács Tamás dalt és egy saját szerzeményt adott elő. Az esből nem maradhatott ki a kitüntetések kiosztása sem. A legjobb irodalmár Ladányi István lett, a legjobb nyelvész pedig Hári Gyula. A legszabadabb és legbölcsebb oktató Makai Péter lett, ám ő sajnos nem tudott megjelenni az eseményen. Hogy kicsit a hasunkra is gondoljunk, volt süti verseny is, melyre bárki készíthetett bármilyen finomságot, s végül egy 4 tagú kóstoló bizottság döntött a legfinomabb mellett. Ezen az estén Tóth Regináé volt a nyertes sütemény. A programok összeállítására mondhatjuk, hogy sokrétű és színes volt, hiszen a zenés produkciótól a süteményversenyig minden terítékre került. A paprikás krumpli roppant ízletesre sikerült, s talán nem túlzás azt állítani, hogy a szaktalálkozó nagyszerűen sikerült, s az est végére úgy kellett kirúgdalni a mulatozó társaságot a várból.